Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Az új évtized új feladatokat hoz majd a szekszárdi ifjúsági fúvószenekar életében. Kovács Zsolt karnagynak a következő generációval kell nekivágnia az új ciklusnak, mely várhatóan hasonló sikereket hoz az együttes életében, mint az előző 10 esztendő. Bármennyire is új évtized vette kezdetét, a zenei világ folyamatos átalakulás alatt van, és bármennyire is belopta magát a könnyű műfaj a hagyományos fúvószene világába, egy magára valamit adó zenekar minden erejével őrzi a hagyományokat. A szekszárdi ifjúsági fúvószenekar pedig ad magára. Így hát az évtizednyitó nagy koncertjük egyszerre hozta a kötelező elemeket, és mutatott irányt a jövő felé. Kovács Zsolt karnagy engedett a nyomásnak, több rock és filmzenei klasszikust is becsempészett a repertoárba, felmutatva ezzel azt a széles skálán mozgó zenei tudást, melyet az évek alatt felépített tanítványaival. Most azonban korszakváltás következik, nem is az első a karnagy életében. Az elmúlt évtized, ugye ez egy mozgalmas évtized volt számunkra, akkor volt a 30 éves évfordulónk, csináltunk két minősítőt, egy országosat, egy nemzetközit, volt Bautzeni útunk, volt Bittigheim útunk, tehát nagyjából befutottuk azt a kört, amit, hogyha valaki belép az ifjúsági fúvószenekarba, akkor nagyjából részt vehet két minősítőn, két vagy esetleg több külföldi úton. Tehát egy ilyen 10 éves ciklusokban tudunk gondolkodni, és hát ebben az elmúlt 10 évben bizony volt minden. Hál' Istennek inkább jó dolgok, mint kevésbé jó dolgok. A hangszerparkunk megújult, úgy mondhatjuk, hogy a tárgyi környezetünk az most már szinte ideális. Nem is reméltük volna, hogy ilyen hangszereken tudunk majd muzsikálni. És hát zeneileg is rengeteget fejlődött a zenekar, és hát a jövőt meg egy kicsit érdeklődve várom én is, ugyanis elindult a zeneiskolában is egy generációváltás, már jó pár fúvós tanár kicserélődött, jöttek új kollégák, és hát a most úgy néz ki, hogy az erózió megindult a rezes oldalon is, hisz én vagyok a részfúvós tanszak Benyáminja a magam 56 évével, de a másik kollégám is most már lassan befejezi a tanári pályafutását, úgy néz ki, úgyhogy itt is várható újítás. Egy fiatalember már itt is játszott a zenekarba, ki várhatólag márciusban már bekapcsolódik a munkába. Szóval a fiatalítás évtizede következik a zenekaron belül is. Újra és újra meg kell tanítani a gyerekeket a közös zenélés nehézségeire és örömeire. Mostanában néha ér is engem kritika, meg ilyesmi, hogy már Zsolti bácsi kicsit lassabb fordulatszámon mozog, meg ilyesmi. Valamennyire ez azt hiszem érthető, aki 50 év fölött nem osztja be az erejét, az nem biztos, hogy túl sokáig szalad. Igen, csempészünk be más zenéket is, filmzenéket, erre nagyon nagy igény van, a közönség nagyon vevő erre. Nekem az egyik kedvencem, hogy most már jó minőségben dolgoznak föl hazai slágereket, tehát nem csak a külföldi slágerekre vagyunk ráutalva, de én azért nem adnám föl Zempléni Lászlót, Balázs Árpádot, Hidas Frigyest, ezeket a magyar szerzőket, mert ezek vagyunk mi. Tehát ezeket a filmzenéket bárki játssza a világba, bárki nagyon jól játssza a világba, ezeket a zenéket viszont csak mi játsszuk, és azt hiszem elég jó muzsikák is. A zenei nevelés, ugye régen erre nagyon adtak, hogy a közönséget nevelni kell, most már ez egy kicsit föllazult, és azt hiszem ott van az igazság valahol, hogy jó zenét jól kell adni. Tehát nincs az, hogy most csak ez, csak az, csak amaz, mindent lehet,
de jó legyen. Úgy gondolom, hogy az ABBA együttes az nem kérdéses, hogy jó zene, ezek a filmzenék is, amiket játszottunk, nem kérdés, hogy jó zenék. Az a lényeg, hogy jól tudjuk őket előadni, és akkor a közönség is ezáltal azért fejlődik. Aki egy picit jártasan megy a zene világában, nem ismeretlen számára a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar és a Band of Street zenekar. Hogy kerülnek ők ide? Nos, Tali Gergőn keresztül, aki erre a koncertre bejut a szaxofonosok közé. Úgy kerültem ide, hogy ugye 2 évet én dolgoztam a Szexuális Zeneiskolában, úgyhogy ismerem a Zsoltot is személyesen, meg hát kollégák voltunk, és akkor az ő felkérésére kerültem ide. Ez nekem is egy nagyon jó tapasztalat egyébként, más-más zenekarokat hallani kívülről-belülről, úgyhogy én nagyon szívesen teszek eleget az ilyen felkéréseknek. Igazából a műsor struktúráját szoktam ilyenkor figyelni, meg hát amit általában mondjuk egy fúvózenekari versenyen figyelnek, hogy milyen az intonáció, a ritmika, hogyan tudnak együtt dolgozni a zenészek, és akkor hát nyilván leszűröm a tanulságokat, meg próbálom én is fejleszteni magam ezáltal, hogy a Tolnai zenekarban ezt kamatoztatni tudjam. Nem titok, megfordult már mindkét mester fejében a közös zenélés lehetőségének gondolata, ami igazi csemege lesz a műfajt szeretők számára. A szexádi csapat körül jelentős holdudvar van, akik segítik a mindennapi tevékenységet. A szülei munkaközösség az mindig nagyon stabil volt, most az is egy kicsit átalakulóban van, hisz ez a zenekar is most így, ahogy itt ülünk, azt hiszem utoljára volt együtt, itt is már toporzékolnak a fiatal tagok, az idősebbek meg már a batyujukat kötik lassan, tehát megint átesünk egy olyan generációváltáson, ami már 6-szor megtörtént a zenekarban, ez így. Természetes, kölcsönhatásban vagyunk a kollégákkal, a gyerekekkel, a közönséggel, a környezettel. Az ember nem tudja ezt meg letagadni, tehát muszáj valahogy ezt észrevenni és figyelembe venni. Az új ciklus új kihívásokat hoz majd, amire az évek tapasztalatai és a szakmai rutin már felkészítette a gyerekek Zsolti bácsiját. Ő megmosolyog és belevág újra, hogy 10 év után elengedhesse a következő muzsikus generációt is. Párhuzamos és széttartó folyamatok címmel a kubizmus lehetséges kialakulásáról tartott előadást Aknai Tamás művészettörténész. Beszélt Picasso, de a magyar festők 1905 és 1910-es évek közötti tevékenységéről is. Az előadásra a Szekszedi Művészetek Házában került sor a Művészettörténeti Szabad Egyetem programsorozat keretén belül. A dolgok, a folyamatok egymásra való hatásában vizsgálnánk meg mindazokat a formákat és következményeket, amelyek létrejönnek. Itt most nevezetesen a 20. század első évtizedéről van szó. A Művészettörténeti Szabad Egyetem programsorozat keretén belül Aknai Tamás, művészettörténész, főként a kubista festők történeti szakaszait mutatta be előadásában. Közel 200 fényképes dokumentum levetítésével mutatta be a kubizmus eredetét és folyamatát az előadó. A kubizmus egy avantgárd művészeti mozgalom volt a 20. század elején. Picasso képeivel kezdődött 1907-ben, és lényegében az első világháború kitörésével 1914-ben merült ki. Rövid időszaka ellenére látásmódja máig hat a művészetre, és kialakulásának kutatása nem is olyan könnyű feladat. Egy nagyon érdekes és nem magában lévő gondolkodásmód, vagy stiláris előadásmód a kubizmus. Előkészítésében, szellemi értelemben a századforduló szellemtudományai, természettudományai, a rendszeralkotó tudományok, fogalomalkotó tudományok rendkívül nagy szerepet játszottak, de nagyon sok
sok szubjektív motivum is. Nem tudjuk egészen pontosan. Tehát, hogyha a tudós gondosságával szeretnék a kérdésre válaszolni, nem tudjuk egészen pontosan, hogy az igazi impulzus mi volt annak az irányzatnak a létrejöttében, amely lényegében a szerkezetet mindenfajta sallangtól és lírai töblettől vagy stilizálástól függetlenül szerette volna megmutatni. Tudjuk azt, hogy a Pablo Picasso magánéletében, a Georges Braque magánéletében egy szűk párizsi szubkultúráról van szó. Voltak olyan motivumok, amelyek következtében le kellett számolni a lírai és személyes előadásnak a külsőségeivel, és mélyebb és lényegibb és szerkezetibb megoldásokra kellett rátalálni. Ezek magánéleti motivumok voltak, érzelmi kiábrándulások, szerelmi csalódások, vagy mondjuk a Georges Braque esetében annak a felismerése, hogy a rajzkészsége az messze nem elégíti ki azokat a normákat, amelyeket az akadémiai előadásmód követelne. Tehát valami mást kell csinálnia, és óriási és hirtelen váltások következnek be. Nagyon jellemzőek a 20. század általános kulturális törekvéseire, hogy egy alkotó életén belül is megjelennek a hirtelen rándulások, ficamnak látszanak, nem is érti az ember, hogy hogyan lehet az, hogy annyira más tartalmú közléseket tesznek. A kubizmus kialakulásának inkább általánosabb világnézeti tartalma van. Ez egy szerkesztő és tudatos alkotói eljárás, mely mélyén olyan személyes lélektani motivumok játszanak szerepet, mint amilyen Pablo Picasso 1905-ös szerelmi csalódása. 1903-tól nagyjából 4-ig, 5-ig a kék korszak művei következnek, tematikusan ezek ilyen melankolikus, elég drámai, a csepürágók életkörülményeit, tehát a kvázi művészek életkörülményeik allegóriákban megfogalmazó kompozíciókról van szó, amelyeknek hát egyike, ugye ez az utolsó egyike a Pierrette esküvője, hát egy ilyen markotányos nő, vagy egy légtornász nő esküvőjéről van szó a csapatával. Ez egy nagyon színes kép. Tehát ez a kék korszaknak egy lazulására mutat, de ez a virtikli kék korszakhoz tartozó alkotás. És nagyon sok ilyen félvilági jelenetet csinál a Picasso. Jellegzetesen a művész nyomorról szólnak, a kizsákmányolt és periférián élő szórakoztatóiparnak az embereiről. Vannak egészen tartós, a kubizmust messze menően túlélő folyamatok is, amelyek ugyancsak jelen vannak. És a kubizmus is fejlődik és átalakul. Magának ugye a tudós megállapítja, hogy három periódusa van, aminek a legvége integrálódni fog az egyébként folyamatosan életben lévő impressionizmussal, vagy annak a következmény, hogy utó életével. Azon kívül hát nem szabad elfeledkezzünk bizonyos politikai folyamatokról, bizonyos eseményekről, hát az első világháborúról például, amelyek nagyon erőteljes cezúrát helyeznek el az optimista európai kulturális és történelmi kifejletek, illetőleg az ember lehetőségei és az optimizmus közé. És bizonyos leszámolások az ideákat kergető, vagy túlzottan optimista és szentimentális, bizakodó világképekkel szemben megfogalmazódnak. A kubizmus is kacérkodik ilyen kemény megfogalmazásokkal, de mondom, ezekben nagyon sok személyes és egyéni fiaskó élmény is megfogalmazódik. Magyarországon a nagybányai művésztelep hívta fel a figyelmet arra, hogy lemaradások vannak. Az 1905 és 10-es évek között élő fiatal nemzedék elmegy Franciaországba és figyeli a francia művészet eseményeit. Sokan így sajátítják el a kubista modorokat. Elmaradnak a csapongó, rendkívül derűs, harmonikus,
soha nem látott színkombinációk. Az impresszionizmus ebben volt erős, a posztimpresszionizmus ebben volt erős. A nagybányai művésztelep felfedezi a plenert, a magyarok számára is nagyon ismert folyamatok ezek. A Csontváry megvalósítja a színtüzesítésnek olyan módszereit, a színkonfliktusok olyan rendszerét, ami sose volt látható, ragyogó, csapongó, fantasztikusan szép világ. És akkor ennek a világnak minden pozitívuma, például a kubizmusban és a kubizmus főműveiben eltűnik. Visszajönnek a földszínek, nagyon egyszerű, világos, élénk színkapcsolatok semmiben nincsenek. Minden nagyon zsíros, földszagú, kemény lesz. A kompozíció is száműznek minden személyességet a művekből. És itt van mellettem a Csorba Simon Lászlónak egy kép, a múzsák, és csak azért vetítem, mert olyan nagyon közel van a világa, 50 év választja el a képeket egymástól, de hogy mennyire benne van a levegőben a szelleme ennek a kubista szűkszavúságnak, ennek az érzelemmentes előadásmódnak. És hát így sorba a kubizmus klasszikus nagy darabjai, amelyekkel kapcsolatban ugye most még egyszer érzékeltethetem, hogy rendkívül nehéz szabatosan stíluskritikai alapon megkülönböztetni alkotásokat egymástól. A Művészettörténeti Szabad Egyetem előadássorozata ebben a fél évben a 20. századi művészetfejlődés vonalát követi végig. A folytatásra február 10-én kerül sor. Idén is díjazták Szekszárd büszkeségeit. A Babits Mihály Kulturális Központban szervezett ünnepségen 98 elismerést osztottak ki 17 csapat és 20 felkészítő részére. Ez mintegy 400 főt jelent. Ács Rezső polgármester felhívta a figyelmet a díj hiánypótló szerepére, valamint megjegyezte, a kitüntetésben részesültek teljesítményéhez kell a tehetség, a szorgalom, a kitartás, és nagyon fontos az a családi háttér, mely ehhez a megfelelő feltételeket is tudja biztosítani. 4 éve díjazzák a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók és edzők, valamint a művészeti, kulturális, tudományos területen maradandót alkotók munkáját Szekszárdon. A Babits Mihály Kulturális Központban szervezett ünnepségen azon személyek, egyesületek, szervezetek kapták meg idén is a Szekszárd büszkeségei elismerést, akik hozzájárultak a város hírnevének öregítéséhez. Így például a 15 éve működő Iberikán Tánc Egyesület versenyzőinek az országos helyezéseket szerző sportolóit is díjazták. Már nem az első díjazásunk volt, azért a gyerekek nagyon szépen teljesítenek az elmúlt jó pár évben már. Ezt a díjat, ezt a 2018-as országos minősítéseinkért kap. Természetesen előtte lévő évben nemzetközi versenyekért, országos versenyekért nagyon sok díjazásuk van a lányoknak évközben, ugye reméljük ez 2019-ben is így lesz, vagy 20-ban, mert ugye 19-ben már ugye Európa Kupa győztesek is lettek, úgyhogy ez majd gondolom ennek az évnek az a végén fog kiderülni egy ilyen díjazással. Hát az Iberikán Tánc Egyesület az közel 120 gyerekkel működik, 3 korcsoportunk van, ez mellett ugye szabadidős tevékenységbe kardiodenszel foglalkozom, plusz esküvő táncok, úgyhogy elég széles a repertoárunk, nagyon sok a lány inkább, ugye fiú kevesebb táncol, nálunk is azért 7-8 főben merül ki a fiúk tevékenysége, ugye itt a műsorban is lehetett látni, hogy egy szem fiatal emberünk azért el tudott jönni. Úgyhogy most nagyon ügyesek, ráadásul a nagy korcsoportunk az, ami most ugye akár nemzetközi, vagy akár országos minősítésen nagyon szépen megállják a helyüket. Modern táncban foglalkozunk, ugye ez azt jelenti, hogy hip-hop, show tánctól kezdve a funkig, mi mindent, ami modern tánc, és azon is belül inkább a dance-esebb dolgokat táncoljuk. Kiemelkedő sportteljesítményt elérők mellett a művészeti és kulturális területeken maradandót alkotók, így például a szekszárdi Garai János Gimnázium kórusát is díjazták. A gimnázium alapítványának működése benne egy jelentős mozzanat az, hogy bizonyos
művészeti pályázatokra csak az alapítvány tud pályázni, intézményünk intézményként nem, vagy teljesen más formában, és ezért van az, hogy nem az iskola, hanem az alapítvány került díjazásra, egyébként a Garai János Gimnázium égisze alatt működő és a természetesen az ő tagjaiból álló lánykar révén, Noszladi Judit karnagy kolléganő vezetésével. És nagyon úgy néz ki a helyzet, hogy ez a pályázati rendszer, ez a továbbiakban is fenn fog állni. Ez azért jó az énekkarnak, mert nem csak bizonyos rendezvényekre tudnak a pályázati támogatások által eljutni, hanem rengeteg az énekkar működési feltételeit biztosító eszközökhöz tudunk hozzájutni ezáltal. Például a lányok ruháját is ilyen módon tudjuk megvaratni, beszerezni, hogy legyen egységes megjelenése a kórusnak. Tehát elsősorban erről szól a pályázati égisz alatt történő működtetés, és természetesen vannak további tervek is, éneklő ifjúság hangversenysorozatban további minősítések megszerzése, amelyek az előző évek során is már 2 éve megtörténtek. Bízom benne, hogy az idén is sikerül minősülnie a kórusnak, úgyhogy ezek alapvetően a tervek. Erről szól az alapítványnak a közreműködése az énekkar további terveihez. A díjazottak pozitív tulajdonságai mellett fontos szerepe van annak a családi háttérnek is, amely biztosítani tudja az ehhez szükséges megfelelő feltételeket, mondta Ársezső polgármester köszöntőbeszédében, majd felhívta a figyelmet a díj hiánypótló szerepére. Amikor átvettük a város irányítását, találkoztunk azzal, hogy van a mecénás tehetségvonzó alapja a városnak, de nagyon szűk mezsén enged mozgásteret nekünk. Úgy gondoltuk, például a világverseny nem tudunk elismerni. Úgy gondoltuk, hogy ezen változtatni kell, és nagyon sok olyan szexuális tehetséges fiatal van, aki sportban, művészetben, tudományos munkában gyakorlatilag a verseny kereteket túlfeszítve egy kicsit nagy teljesítményt ér el, és azért találtuk ki ezt a szexuális büszkeséget címet. Úgyhogy idén egy célra osztottuk ki, közel 400 fő részére kerültek átadásra a díjak. Ez pedig azért fontos, mert szeretnénk azt üzenni a fiatalok felé, illetve nem csak a fiatalok felé, hanem a teljesítők felé, ezt mondom, mert ez kortól függetlenül, nemtől függetlenül így van, hogy a város figyeli azt a teljesítményt, amit a szexuáliak nyújtanak bármilyen területen, és nem csak figyeli, hanem szeretné is elismerni, és ezzel is szeretné egy kicsit ezeket az embereket, fiatalokat, idősebbeket jobban a városhoz kötni. Azt gondolom, hogy főleg fiatalok kaptak díjakat. Az ő számukra pedig azért nagyon fontos, mert a gyökerek, a tradíció nagyon fontos a város, és az ő számukra is azt gondolom, hogy az ilyen díjak, mint a szexuál büszkesége díja, azt gondolom, hogy anyagiakban nem egy nagy valami, de végig csak egy közösség elismerése. Ez megmutatja azt, hogy a város megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a szexuális fiatalok kiteljesedéséhez szükséges feltételeket megteremtse és segítse. Az ünnepségen 98 díjazott részesült elismerésben, 17 csapat és 20 felkészítő. Ez mintegy 400 főt jelent. Kislánya zongoránál, várj, míg felkel majd a nap, holnap hajnalig, ezek a dalok bármely az elmúlt évtized zenéit felvillantó rádió állomáson rendszeresen hallható muzsikák, de 5 fiatalember úgy gondolta, ezek a dalok átültethetőek egy másik, keményebb zenei világba, és ott is sikert lehet velük elérni. A Neon Verebek nevet viselő és 2 éve működő Tolna megyei zenekar az elmúlt év végén jelentette meg első lemezét. Az a generáció, aki Solt és Szerzső a V-motorok vagy a Dolly-ról zenéjén nőtt föl, valószínűleg megbotránkozna azon, amit a Neon Verebek nevű punk rock zenekar kezdett egykori kedvencük slágereivel. Huszti Gábor és barátai 2 éve álltak össze és bújtatták új köntösbe az egykori diszkó és pop slágereket. 2 éve ősszel találtuk ki azt, hogy összehozunk egy zenekart, nem volt úgy különleges célja,
annyi volt, hogy a jó barátok szerettek volna együtt zenélni, és hát Trips-Rops, össze is jött ez az ötös fogat. A név, hát eléggé hosszú folyamat volt, aztán, mint ahogy névkereséskor szokott lenni, egyszer csak valamilyen megmagyarázhatatlan okból kicsattant valakinek a fejéből ez a neonverebek kifejezés, tulajdonképpen mindenkinek azonnal megtetszett. Egyébként hosszabb volt a név az első időszakban, hiszen azt mondtuk, hogy legyen egy kicsit figyelemfelhívó, a pángalaktikus gége pukkasztó, és a neonverebek nosztalgia pánk zenekar névre hallgatott először a formáció, aztán az egyszerűség kedvéért megmaradt a neonverebek. Huszti ez a nemzedék, aki a Led Zeppelinen és a Doorsen edződött, és azt mondja, nyitott volt minden zenei irányzatra. Így a pánkrock is hamar megtalálta. Mindig is hangzott, mindig is tetszett a pánk zenének az a formája, ahol dallamos, de ugyanakkor jó energikus zene van. Nyilván a mi formációnkban azért még egy tényezővel kell számolni, azzal, hogy mi réges-régi magyar slágereket dolgoztunk fel, ebben a modern újszerű pankos köntösbe öntöttük. Régi magyar táncdalok és popslágerek képezik a neonverebek repertoárjának az alapját. Van itt Korda György, Neoton Familia és akár Dolly Roll is. A másfél órás programunk átfogja azért ezt a 70-es, 80-as, sőt még régebbi időszaknak a zenei palettáját igazából, és ezt próbáltuk meg mi felfrissíteni, egy kicsit felkavarni ezzel az intenzív rockzenei köntössel. Úgy gondoljuk, hogy ez elég jól sikerült is. Nem tartom viccnek, hiszen én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra a korszakra, nagyon nagy előadókat ismerhetünk ebből az időszakból, és bizony abban az időszakban nem volt olyan egyszerű popzenekarokat, vagy esetleg rockzenekarokat működtetni. Most nálunk azért az fontos, hogy olyan dalokat igyekeztünk meg átdolgozni, vagy áthangszerelni, amit azért mindenki ismer, mert az elsődleges célunk a bulik, a koncertezés, és ezeken azt szeretnénk, hogy ezeken a koncerteken mindenki jól érezze magát. Azt kevésbé gondolom, hogy a lassan nagyszülői korba érő egykori ifjak vidáman fognak pogózni vagy csápolni, a vágy még fel kell majd a nap átdolgozott változatára. Azonban kétségkívül lesz olyan réteg vagy korosztály, akinek ez a megoldás arra, hogy a 60-as, 70-es, 80-as évek magyar slágereit megismerje. Olyanok is, akik egyébként lekapcsolnák a rádiót, ezt a zenét hallva. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!